Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsorba kicsit szokatlan vendégeket hívtam, ha már megszokták a kedves nézőink, hogy különböző szakmákat mutatunk be Önöknek. Szerintem egy méltatlanul keveset bemutatott szakma az, amivel ma foglalkozunk. Borászokat hívtam a mai műsorba, akik ugye a mindennapjainkat azért szebbé tudják tenni, valljuk be. Itt van velünk Kisari Csóbor Linda, a Csóbor Pincészettől. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntök mindenkit. Itt van velünk Lics Balázs, azért már jó párszor megfordultál nálunk, ugye a Lics pincészet képviseletében. Hát én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. És köszönöm, hogy itt vagy, és itt van velünk Miklós Csabi is, a Móri Borvidékről. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is örömmel jöttem, köszönöm. Ahogy az előbb mondtam, én azt gondolom tényleg, hogy méltatlanul keveset foglalkozunk a ti szakmátokkal, pedig nagyon nagy szükség van rá. Ugye a mindennapokat tényleg szebbé teszitek, akár egy-egy gasztronómiai élmény kapcsán, akár csak a hétköznapokban, hogyha valaki egy kicsit borozni szeretne, de majd erről beszélünk többet. Mit gondoltok ti, hogy élitek meg ezt, hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, vagy mennyire van szerintetek háttérbe szorítva, vagy mennyire nincs? Hogy látjátok ti? Csabi? Hát én azt érzem, hogy nem vagyunk háttérbe szorítva. Tehát én azt érzem, hogy nekünk ilyen iszonyatosan jó dolgunk van, mert szeret velünk foglalkozni. A kommunikációs szakemberek rendszeresen hívnak bennünket, hogy adjunk interjút rádióba, a tévébe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minket a tenyerén hordoz a magyar média. Úgyhogy én ezt nagyon a mai hívásokat is nagyon jól éltem meg, és úgy gondolom, hogy ilyen nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert pont annyi felületet kapunk, amennyire nekünk szükségünk van. Hogyha többet kapnánk, lehet, hogy egy picit az emberek agyára mennénk, így viszont pedig szerintem nagyon jókor, tehát most éppen itt a tavasz, szüretkor szoktak bennünket hívni, úgyhogy szerintem ez így tökéletes. Uh-huh. Linda, te hogy látod ezt? Szerintem is, meg főleg ugye a vendéglátásban is szerepet kapunk tényleg, mert egy jó étel mellé tényleg egy kiváló bor, az csak segíti egymást, tehát én is úgy gondolom, hogy jó a mi helyzetünk, sőt ugye nagyon sok csoportok is jönnek hozzánk esetleg, és szeretnének ugye borkóstolókat kérni, úgyhogy biztos, hogy örülnek, hogy vannak borászatok, és tényleg ilyen a szórakozás mellett még a gasztronómiába is tényleg szerepet kapunk. Uh-huh. Hát szerintem is különben az emberek mindig kíváncsiak, hogy a borász mit csinál, mivel foglalkozunk, ez ilyen sok embernek ilyen varázslatos szakmánk van. Ugye azért a hétköznapokban ez egy kicsit más, de a külvilágnak, a külsősöknek egy ilyen nagyon érdekes szakma. Különben szerintem is egy nagyon érdekes szakma, ugye sok dologgal foglalkozunk egyszerre, és én is úgy érzem, hogy kíváncsiak az emberek ránk. Uh-huh. Igen, mondjuk én az elején azért mondtam ezt, mert hogy mi úgy most így média szempontjából nézve, nem látom azt, hogy olyan nagyon sokszor megfordulnánk nálatok. Tényleg, ahogy mondtátok, hogy egy-egy szüret alkalmával, vagy nem tudom, különleges alkalmakkor, de hogy úgy túl sokat legalábbis mi a média szempontjából nem látunk benneteket, de akkor ezek szerint ez így van jól, hogy a háttérben megbújva ott vagytok, de azt azért tudom rólatok, hogy ha elmennek hozzátok, akkor nagyon-nagyon jól érzik magukat nálatok. Hát igen, ez a feladatunknak a része, hogy ugye ahogyan a Balázs is mondta, hogy sok dologgal foglalkozunk egyszerre, hogy ugye a vendéglátás, a vendégszeretet, ez a mi szakmánknak egy alap pillére, hogy akkor, amikor csoportok jönnek hozzánk, akkor őket meg mi hordozzuk a tenyerünkön. Tehát, hogy ők érezzék azt, hogy speciális helyzetben vannak, hogy meglátogathatnak egy borászatot, ahol több évtizedre visszamenőleg termelő munka folyik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez így teljesen jó ez a keretes szerkezet, hogy évelején, évvégén van velünk kapcsolatban kommunikáció, és én tényleg azt érzem, hogy a tenyerén hordoz bennünket mindenki, és mi is próbáljuk ezt a fajta érzelemgazdag megkülönböztetettséget a vendégeinkkel érzékeltetni. Én azt látom, hogy a borkultúra az utóbbi időben fejlődött fel annyira, amilyen szinten most van. Tehát, hogy régebben nagyon nem volt ilyen széles a skála, vagy a választék, vagy nem tudom, ebben erősítsetek meg, hogy így van-e. És hogy tényleg most már nagyon sokan, ugye a turisztika is nagyon sokszor erre épül, hogy borvidékekre utaznak, és akkor eltöltenek ott egy hétvégét. Hogy most már ez azért kiszélesedett.
Szerintem igen, mert elég sok ember próbál úgy tényleg kapcsolatot tartani a borral, hogy egy kirándulás folyamán is esetleg beleterveznek mondjuk egy tényleg egy borkostolót, vagy elmennek úgy a borvidékekre, tehát hogy elmennek mondjuk túrázni, és mellette tényleg keresik azt, hogy hol lehet borozni, és ugye keresik a különleges minőségi borokat, tehát hogy nem az van, hogy régen beültek egy étterembe, és ugye tényleg az volt, hogy mi a házbora, az asztali bor, és akkor kihozták tényleg a vacsora mellé, hanem most már az emberek konkrétan tényleg úgy keresik a bort, és úgy próbálják össze párosítani étel mellé is, hogy mindig olyan bort választanak, ami nem egy egyszerűbb, hanem tényleg egy nehezebb munkával elkészített bor, és próbálják úgy kóstolni, hogy nem csak tényleg, na, megittam egy üveg bort, hanem szó szerint tényleg az emberek már próbálnak úgy kóstolni borokat, hogy az illatát megnézik, az ízét megforgatják a szájukba, és ezért is ugye eljárnak ugye borkóstolókra. Régebben sokkal kevesebb borkóstoló volt, most már nagyon-nagyon sok, főleg ugye szüret. Amikor szüret van, akkor jelentkezik be a legtöbb borkóstoló csoport, és azért válogatni kell, mert amikor szüret van, ugye azért kevesebb jut arra, hogy csoportokat is fogadjunk, de tényleg próbáljuk főleg ott is a csoportoknál tényleg úgy kiválasztani a borokat, hogy abba különleges minőség is kerüljön. Uh-huh. Nálatok is azért nagyon sok ilyen kóstoló, vagy ilyen csoportos rendezvény van. Igen, hát ugye a borászokról ugye egyre több borászat van Magyarországon, és a borászatok legtöbbje most már nagyon jó minőségű bort tesz le az asztal, és ugye mindenki keresi a saját irányvonalát, hogy milyen stílusban készítsen bort, szóval ez nagyon izgalmassá teszi. Meg az egy ilyen borászatnak meglátogatás, ugye mindenkinek megvan a saját háttere, saját történelem, ugye egy több száz éves történelemről is beszélünk, szóval elmegyünk egy borászatba, akkor nem csak bort kóstolunk, hanem megismerik a környéknek a történelmét, a régi pincéket, megismerik a tulajdonost, a borászokat. Ugye nekünk is van egy családi történetünk, mindenkinek van egy családi történet, és ez egy izgalmas történet. Hát részemről igen, a sajátom, de ugye általában akik bejönnek hozzánk kóstolni, az is meg szeretnék, hogy kerültünk ide, szüleim mivel foglalkoztak, és folytathatnám. Ezeket majd szeretném mindegyikőtöknél átvenni, de hogy azért a ti szakmátok abból a szempontból is nagyon sokrétű, hogy ugye nyilván, ha bemennek hozzátok, akkor azért tényleg, ahogy most mondtad, foglalkozni kell a vendégekkel, és tényleg akár tehát a kommunikáció nyilván hozzájárul ahhoz, hogy ott is maradjon, és érdekelje őt, amit mondtok. Én is jártam magam is egy pár ilyen pincészetben, és volt olyan, ahol azt mondtam, hogy hát akkor jó van, megittunk egy decibort, és akkor menjünk innen. Tehát, hogy nem mindegy a hozzáállás. Hát én annyira egyetértek ezzel, hogy szerintem nekünk, jó házigazdáknak, konkrétan az egy öngól, hogyha valaki, akkor, amikor a vendég az ő házába, az ő birtokára eljön és meglátogatja, nem foglalkozik megfelelő színvonalon, az egy öngól. Nekünk az a feladatunk, hogy a vendégből mi nagy követeket faragjunk, és nekünk ilyenkor erre megvan az alkalmunk, hogy mi akkor elmeséljük a saját sztoriainkat, a történeteinket, és ezzel egy picit a mi brandünkhöz, a mi termékünkhöz közelebb hozzuk őket. És hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor szerintem ez öngól, mert annyira sok borászat van, és annyira sok jó bor van, hogy a vendég most csemegészhet már, hogy hát én most rá szeretnék menni a penge fehérborokra, akkor neki rengeteg alternatívája van a nagy testű vörösboroknál szintén. Hogyha most a rozé érdekli, szintén. Tehát rengeteg lehetősége van, és hogyha mi ezzel a lehetőséggel nem élünk, hanem visszaélünk, tehát magyarul hanyagok vagyunk, az egy olyan öngól, amit utána kijavítani nagyon-nagyon nehéz. Tehát fontos akkor nagyon a tálalás. Hát elengedhetetlen. Tehát éppen ezért nem tudom, hogy a többiek hogy vannak vele, de mi próbáljuk egy picit a bioritmusunkat is átállítani, tehát hogy péntek-szombat amennyire lehet jelen vagyunk, és a turistákkal foglalkozunk, a vendégekkel foglalkozunk, és inkább hétfő-kedd az, amikor próbálunk egy picit többet pihenni. De péntek-szombat, mivel ilyen a magyar ember, a magyar turista, hogy péntek-szombaton kirándul, az akkora méretű borvidékekre, ahol mi élünk, tehát nem vagyunk egy Eger, ahol a hét mindennapján lehet turistával találkozni, vagy Sopron, ami szintén egy város, és minden nap van turista. Éppen ezért nálunk hétvégén
mi amennyire lehet próbálunk a vendégek közelében maradni. Nem tudunk minden vendégnek természetesen köszönni, és minden vendéggel együtt meginni egy pohár bort, de próbálunk arra koncentrálni, hogy legalább egy jó szóval, vagy legalább egy kocintás erejéig mindenkit tudjunk üdvözölni. Ez egy nehéz összetett feladat, de hogyha ezt nem tesszük meg, akkor konkrétan ez kontraproduktív lehet. Beszéljünk egy picit a mindennapokról, hogy elmondtad már ugye körülbelül a heti beosztásodat, nálatok hogy alakul egyébként, és hogy maga a munka megosztás az hogy néz ki? Tehát nyilván ez most egy egész éves folyamat kell, hogy legyen, tehát most így egy hétre lebontva ez így nagyon nehéz, de hogy lehet elképzelni, egy picit menjünk bele ebbe a ti munkátokat, miből áll? Akkor a Lindával menjünk tovább, de majd visszatérünk. Jó, hát nálunk, mivel nagy a család, ezért mondhatnám, hogy ezek a főbb munkafolyamatok, ezek így szét vannak osztva a családba. Tehát igazából én a borokkal foglalkozom, és a férjem meg a szőlővel foglalkozik, és a vendéglátás ugye a férjemnek az egyik testvére csinálja. Tehát így nálunk igazából az én feladatom az, hogy tényleg a pincében olyan borokat készítsek, amit a férjem testvére majd ugye el tud adni, tényleg, tehát hogy a kereskedelemben. Tehát nálunk így igazából fel van osztva, tehát én a vendéglátásban ugye nem nagyon szoktam dolgozni, de ha esetleg ugye borkóstolót kérnek, csoportok jönnek, akkor azt mindenképpen ugye én vezetem le, és itt a csoportok nagyon is örülnek annak, hogy nem egy marketinges emberrel, vagy nem egy szomeliével találkoznak, hanem tényleg azzal az emberrel találkoznak, aki készíti a borokat. Tehát én el tudok mondani nekik ugye mindent, és ennek tényleg örülnek, így visszatérve, amit a Csabi is mondott, hogy kellenek ezek a sztorik is egyébként, mert tényleg, hogyha csak úgy tartunk borkóstolót, hogyha én elmondom a bornak a paramétereit, meg mit lehet érezni a borba, és utána nincs semmi, akkor ugye nem szeretik. Úgyhogy igazából az én felosztásom, vagy az én hetem az úgy néz ki tényleg, hogy hétfőtől péntekig a pincében tevékenykedek, és ott készítem a finomabbnál finomabb borokat, és hogyha esetleg hétvégén van csoport, akkor ugye általában ma mindig péntek, szombat, vagy esetleg vasárnapra jelentkeznek be, akkor meg csoportokat fogadok, és bemutatom nekik a pincét. Nagyon szeretik azt, hogy nem csak egy kóstolóteremben vagyunk, és ott kóstoltatok, hanem szeretik látni, hogy tényleg hogy is készül a bor, tehát magát a tartályokat szeretik nézni, a fahordókat, ha lemegyünk a pincébe, rácsodálkoznak, hogy milyen jó illata van egy fahordónak például, és tényleg, hogy milyen jó illat van itt a pincében. Tehát ez így sokkal érdekesebb számukra. És akkor a család hány tagja dolgozik még veletek? Még a férjemnek van még egy lánytestvére, és ő meg az összes papírmunkát, tehát a könyvelést végzi, és ugye a férjem szülei kezdték el ezt az egész borászatot, de hát ők már ugye idősebbek, és ők így a háttérbe vonultak, úgyhogy most már így a fiataloké tényleg a szerep, úgyhogy mi átvettük. Úgyhogy én a borokkal, férjem a szőlővel, és akkor a férjem két lánytestvére, az egyik a kereskedelem, a másik meg a könyveléssel foglalkozik. Uh-huh. Balázs, azt tudom, hogy nálatok is családi hagyománya van, majd családi. Erről beszélünk, csak hogy nálad a munka hogy oszlik munka? Meg? Te mindenből nagyon, kiveszed nagyon, a részed. Nagyon, igen, nagyon hasonló nálunk, ennyire azért nincs szétosztva, mint a Lindáéknál, ugye nálunk ugye jó családi vállalkozás van, mindenki okosabb a másiknál valahol, és mindenki beleszól a másik munkájába, de valahol ez jól is működik, mert ugye odafigyelünk, mindig nézzük a másikat, ugye én főleg borászkodok, de nálunk a családban mindenki végig kóstolja borokat. A feleségem azonnal kritizál, hogy ez így nem jó. Csináljuk olyat, mint a Linda, olyan Cabernet Franc, ezek kénytelen voltam. És gyakorlatilag így működik, de ugyanez a papírmunka, mindenkiért valami, szóval minden, egy családi vállalkozásban az igazság, mindenkinek értenie kell mindenhez valamilyen szinten, még ha mondjuk a papírmunkának a nagy részét nem is én csinálom, de akkor is érteni kell hozzá, azért kritizálni én is nagyon tudok. És hát így van szétosztva valahogy, de végül is egyben van az egész. Uh-huh. És nektek hogy néz ki egy hetetek például? Hét, hát, hogy rohangálás, nem tudom, mindig megkérdez a gyerekem, hogy mit csinálok, igazán van a végén mit csinálok, nem tudom. Uh-huh. Azt tudom, hogy nagyon sok fele voltam. Papírmunka rengeteg van sajnos, ki a szőlőbe reggel, ugye ott kezdek, ki a szőlőbe elindítani a munkákat,
legyen meg minden akkor gyorsan, hogy hova, lehetőleg fel Budafokra a pincészetben, ott van pincészetünk, már szerencsére megvannak a palackozások, de még szeretnénk kétfajtát palackozni, azt, hogy szűrjük, mikor szűrjük, hogy palackozzuk, ki palackozza, haza, leülni, árajánlat, feleségemnek szólok, hogy gyere segítsen, ezt most hogy árazzam be, akkor leülünk, megcsináljuk, és akkor elmegyünk aludni. A gyerekeket közben azért megnézzük a végén, hogy megvannak-e, hogy valaki összeszedte őket. És ugye a másik, hogy a gyerekeket próbáljuk bevonni, nálam már nagyok a gyerekek. És most hány évesek most? 18 és 16. És viszik tovább. Nem, 17 és 15, igen, így pontosan. Pontosan viszik tovább, hát azt nem tudom, hogy tovább viszik, hogy nincsenek belekényszerítve, én sem voltam soha belekényszerítve. Ha majd kedvük van, akkor viszik tovább, én nagyon remélem, hogy tovább viszik, de most próbáljuk szépen őket belevezetni ebbe a világba. Uh-huh. Hogy szeressék meg, hogy érdekes legyen számukra. Uh-huh. Csabi, most az előbb elmesélted a munkahetedet, és nálatok, hogy oszlik meg a munka egyébként? Magadra osztod? Hát nálunk úgy van, hogy mi egy sokkal kisebb vállalkozás vagyunk, mi összesen 8 hektáron vagyunk, tehát velem együtt dolgozunk jelen pillanatban 3-an. Tehát ez, hogy mondjam, van előnye is, és nagyon nagy hátránya is, és a szezon időszakban akkor vannak napszámosok, akik segítenek a szőlőt leszedni. Nagyon érzem, amit a Balázs is mondott, hogy ugye reggel elindul egy fordulatszámon az embernek a napja, és mivel ilyen a magyar KKV-szektor, hogy nem tudsz mindenre egy pozícióra odaállítani egy embert, hogy te vagy a traktoros, te vagy a targoncás, te vagy a csak a borász, te vagy a csak a szőlőmunkás, te vagy a növényvédős, te vagy aki a pályázatokkal foglalkozol. Ezért nagyon ritka az, hogy minden nap a mi tervünk szerint megy. Ezzel együtt színes, ezzel egy izgalmas, mi választottuk ezt a mesterséget, ahogyan a Balást, engem sem kényszerítettek soha a szüleim, nekem teljesen más pályán voltak a szüleim, de én meg beleszerettem ebben, tehát hatalmas örömünk van ebben, de nagyon nagy improvizatív készséget igényel ez a mesterség. Tehát nagyon sokszor van az, hogy a szőlő végébe hirtelen meg kell oldani valamit, hogy tudod megoldani, lehet, hogy egy harisnyadarabbal, vagy egy tűdarabbal, vagy egy MacGyvernek kell lenned, de meg kell oldanod, mert nincsen mindig ott segítség. Van, hogy nincs térerő, van, hogy nincs másik erőgép. Tehát nem mindig mi irányítjuk a napunkat, ettől szép, ettől nehéz, és én úgy gondolom, hogy talán ettől is speciális és különleges, hogy nagyon sok váratlan helyzet és szituáció van, inkább kinn a szőlőben, mint a pincében, tehát a pincében ott azért már nem sokkal jobban tudunk kordában, kézben tartani dolgokat, de talán ezt a fajta rugalmasságot, hogyha továbbadjuk a gyermekeinknek, és ezt a fajta gondolkodásmódot, talán ez az, ami így a többi szakmához képest egy picit megkülönböztet bennünket. Uh-huh. És téged ki ellenőriz? Márhogy a végterméket, az eredmény. Hát a fogyasztók, meg a kereskedők, uh-huh. Tehát azért kapunk hideget, meleget. De hogy így egy ilyen első fok, mint mondjuk Balázséknál a felesége, ilyen van-e, aki visszajön? Hát nálunk az apám, akinek rendkívül jó ízlése van, ő a fő kritikus, ő amúgy... tehát egy morgó medve, tehát nem... Olyan az édesapám, nekem olyan nincs, hogy valami elsőre jó, érted? Hát, amikor tudod, még a régi fahordó... És akkor apa, ne! De ezzel együtt nagyon jó víziói vannak így a bor fejlődését tekintve. Ő egy nagyon fontos kritika, és sokszor megfogadjuk a tanácsát, viszont természetesen vannak olyan termékek, vannak olyan brandjeink, ahol nem feltétlenül kell egy tradicionális vonalat, hanem sokkal inkább az újvilági frissességet, lendületet, ropogósságot kell követni. De nálunk apám az, aki a fő morgómedve a brigádban. Egyébként, ha újdonságokról van szó, azt honnan szerzitek be? Mármint a tudásra gondolok. Mindig jönnek új dolgok, hogyan tudjátok magatokat tovább képezni ebben? Hát nyilván, bocsáss meg, hogy közbeszéltem, csak hogy nyilván nálatok azért az időjárásnak nagyon nagy köze van ahhoz, hogy milyen minőséget tudtok előállítani, és hogy akkor még ebben is mindig meg tudjatok újulni.
Igen, de mindig valahonnan hall az ember valami újat, vagy ha kóstolókra jár, akkor tényleg így egyet-egyet így tényleg elcsen, és akkor abból ki lehet hozni. De tényleg ugye az évjárat az mindig más. Tehát ez, én mindig mondom, amikor tényleg kóstolót is tartok, ez nem olyan, mint egy kenyér, hogy na, elkészül, és akkor mindig ugyanolyan lesz. Mert ugye vannak olyan vendégek nálunk, akik észreveszik, ugye megvan, hogy állandóan mondjuk egy Cabernet Sauvignont kóstol és állandó visszatérő vevő, és amikor esetleg évjáratváltás van, akkor én mindig mondok, én ugye a pultban nem szoktam állni, ahol mi értékesítünk, de ott én mindig mondom a lányoknak, hogy szóljatok, hogy évjáratváltás történik, mert észreveszik, tehát van olyan fogyasztó, aki ugye minden nap ezt kóstolja, és amikor jön egy másik évjárat, más illat van, más íz van, és észre szokták venni, ugye, hogy különböző, hát nem lehet tényleg egy formát készíteni, de egyébként amikor próbálunk más irányba menni, hogy nem csak egy egyszerűbb, reduktív bort szeretnénk készíteni, hanem tényleg mondjuk esetleg egy finom seprőn érleltet, akkor azt mi borászok szerintem így egymástól is nagyon sokat tanulunk, tehát hogyha így beszélgetünk, akkor meghalljuk azt a egy olyan, vagy megfontoljuk, hogy esetleg ő hogy csinálja, akkor kipróbálom én is, és tényleg esetleg sikerülhet úgy egy bor, tehát szerintem egymást is tanulunk mi tényleg ilyen borkészítési technikákat. Balázs? Nagyon sokat különben, hát nekünk is ugye így tanulunk a legtöbbet, hogy egymástól hallom a egyik borásztól, hogy ilyen bor csinált, kóstoltam, akkor én is megpróbálom, és akkor ez megy tovább, és akkor mindenki elkezd megpróbálni, és van akinek nagyon jó sikerül, van akinek nem, de az biztos így tudunk fejlődni. De különben egy szakmán belül egyre nehezebb, hogy öregedünk, szerintem egyre nehezebb fejlődnünk is, mert ugye vannak gyerekeink, magánéletünk, otthon is van, és gyakorlatilag kialakul egy ilyen pincevakság. Most már egyre lustább vagyok elmenni borkóstolókra, elmenni ide-oda-amoda, örülök, hogy hazamegyek, látom a gyerekeket, az ember lefekszik, bekapcsolom a tévét, nyomkodom a távirányítót, ugye, és kialakul egy úgynevezett ilyen pincevakság, hogy a főleg a saját borainkat ismerjük, vagy értékeljük, és mondjuk én is akkor össze kell szednem magam, és akkor el kell mennem valahol a borkóstolóra, vagy elmegyünk valahol a családdal, vagy átmegyünk egy másik borászatba, és megkóstoljuk a boraikat. Uh-huh. Csabi, nálatok ez a fejlődés, ez honnan tud? Hát szerintem a borász szakma az nagyon híres, és nagyon jó abból a szempontból, hogy a borászok egy egymással kapcsolatban nem fukarak az információval. Tehát nincsen az, hogy valaki így titkolózna. Tehát egy nagyon nagy dolog szerintem a mi szakmánkban, hogy valamire kíváncsi vagy, akkor van 3-4-5 olyan telefonszám, amit felhívhatsz, és ők a lehetőleg őszintébben el fognak mondani minden nüanszot. Nincsen az, hogy hát figyelj, nem tudom, találd ki, kísérletezd ki. Tehát szerintem a borászok nagyon nyitottak, nagyon jó szívűek, nagyon kommunikatívak és nagyon segítőkészek. Tehát amit a Balázs mondott, Linda mondott, hogy az ember, hogyha elmegy valahova, és van valami, ami tetszik, és megkérdezi, hogy mi ennek a titka, hogy készült, akkor mi erre kapunk valós választ. Tehát ugye mind a szőlészeti szempontból, mind a borászati szempontból, házasítás, technológia, bármi, megkapjuk a frankó választ, és ugye lehetetlen azt lemásolni egyik évről a másikra, tehát nincsen olyan, hogy most valaki hall egy taktikát, egy receptet, és akkor azt pikpak lemásolja, és ugyanolyan lesz neki. Nincs ilyen. Tehát éppen ezért van az, hogy a kísérleteknek egy jó része nem fog sikerülni, de hogyha egy sikerül, akkor azt kell követendő példának tartani. Úgyhogy szerintem ez a legjobb útja, módja, hogy utazni, gyakorolni, kimenni a szőlőbe, kapcsolatot tartani, kapcsolatot építeni a szakmán belül, mert nem fukar az információval a magyar borász. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ebből a szempontból is nagyon jó ma Magyarországon borásznak lenni, mert nincs ilyen szakmai irítség, féltékenység. Természetesen van egy versenyszellem, de ez pozitív. Tehát soha nem gátlás, soha nem akadályozás,
hanem mindig pozitív. Amikor felhívtalak titeket, akkor rögtön megkérdeztem, hogy ki az, akivel szívesen leültök beszélgetni, és egyikőtöknek sem volt a másik ellen kifogása, mert hát jól megfértek így egymás mellett, ugye különböző. De van olyan, hogy valaki nem fér meg a másikkal? Hát nekem vannak tapasztalataim, de nem borász szakmában. Úgyhogy ezt így jól látni, meg tényleg hát ismeritek egymást. Majd azért beszéljünk erről is egy kicsit, hogy honnan, mert hogy ti ketten azért megfordultatok egy olyan helyen, ahol tanultatok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy nagyon érdekes lehet ez a szakma. Én egyébként, nekem van egy ilyen titkolt vágyam, mindig, hogyha járunk valamerre a párommal, vagy a gyerekekkel kirándulni, akkor mindig nézzük a borvidékeket, és mindig látunk szőlőket, és megyünk borkóstolóra, és mindig azt mondom, hogy bárcsak egyszer én is borász lehetnék. Most azért úgy végighallgatva, azért tényleg fel van nektek adva a lecke szerintem. Nem lehet olyan egyszerű. Egy picit a COVID-szituációra térjünk itt, csak tényleg egy gondolat erejéig, hogy ez mennyire befolyásolta a ti mindennapjaitokat. Azért itt elég kemény 2 év volt. Én válaszoljak? Válaszolhatsz. Jó. Hát nekem nagyon kemény volt. Most többieknél is biztos, tehát ez nem újdonság, nekünk nagyon nehéz volt. Nekünk ugye körülbelül úgy néz ki az értékesítésünk, hogy a bázis értékesítésünk, van természetesen egy diszkont vagy élelmiszer láncokban értékesítésünk, körülbelül 30%, és nem sokkal kisebb volt a gasztronómiai értékesítésünk, ami szintén egy ilyen 30%. A maradék 30% az pedig a helyi értékesítés volt a pincében. Most ebből ki lehet hallani, hogy 60%-át az értékesítésünknek nem az, hogy elveszítettük, hanem meg kellett reformálni, át kellett szervezni, mert hát a magyar gasztronómia mindannyian tudjuk, hogy térdre volt kényszerítve 2-szer, majdnem 6 hónapig. És nem lehetett borokat értékesíteni. Most ez az online értékesítés, hát legyünk őszinték, hogy ez oké, ez egy megoldás, ez egy lehetőség, de hát azt a mennyiséget, amit egy termelő, egy család megtermel, vagy akár egy üzem, nem lehetett egyik pillanatra a másikra átállítani és átvinni egy online térbe. Úgyhogy nekünk nagyon nehéz volt, hál' Istennek sikerült ezt egészséges kommunikációval megoldanunk, tehát sikerült átvészülnünk a 2020-as évet, mert ugye 2020 márciusában igen, volt az első bezárás, és utána 2021 novemberében jött megint, ugye, hogy nem lehetett. Jól mondom, ugye? Most nincsen előttem. Szerintem? Igen, mert októberben még voltunk, de tehát az, hogyha nem látogat a vendég, nem viszi el a bort, az egy ilyen cégnek, ahol nagyon fontos a helyi értékesítés, igenis nehéz volt. Úgyhogy mi ezt úgy reagáltuk le, hogy nagyon őszintén kommunikáltunk a közösségi médiában a követőinkkel, és nyitottunk egy úgynevezett ilyen becsületkocsmát, ami az volt, hogy a szőlő végében felállítottunk egy ilyen pop-up bárt, ahol volt egy hűtő, ki voltak rakva a borok, és lehetett elvinni, lehetett belőle fogyasztani, nem volt kiszolgálás, ki volt rakva készfertőtlenítő, maszk, minden. És hát lásd csodát, a vendég, a turista, annyira nagyon őszinte és annyira nagyon megbízható, vagy nem is tudom, hogy mondjam, lojális, vagy együtt érzett velünk a mi szakmánkkal, hogy mindig több pénz volt a kasszában, mint amennyi bort mi aznap reggel kiraktunk. És ez nagyon jól működött, hál' Istennek utána azért erre már nem volt szükség, tehát tudtunk már vendéget fogadni, de legalább így is tudtunk valamilyen minimális forgalmat generálni. Tehát rendkívül lojálisak voltak hozzánk a mi fogyasztóink, vagy vendégeink, bárki, aki hozzánk jár, de azért volt pár álmatlan éjszakánk, hogy hogyan lesz tovább, és hogy most mi lesz az irány. Úgyhogy nem fájdult meg a hasunk a kacagástól. Uh-huh. 20-ban, 21-ben. Linda, nektek se? Hát nálunk azért kicsit jobb volt szerintem a helyzet, mint nálatok, de azt mi is észrevettük, hogy tehát nem tudtunk ugye a gasztronómiába szállítani, és hát nálunk inkább azt mondanám, ez a 30% esett ki, és ugyanúgy elkészítettük ugye a szüretkor a bort, ugyanúgy tele volt a pince, és tényleg mi is gondolkodtunk, hogy mi legyen most azt a 30%-ot, hogyan tudjuk majd megoldani, ugye, hogy az is, hát ne
nehogy ránk maradjon a bor, mert utána a következő szüret megint jön, tehát a szőlő érik, és ugyanúgy le kell szedni, fel kell dolgozni, úgyhogy mi próbáltuk, tehát mi mindig egy héten egyszer kiszállítunk éttermekbe, vendéglátóhelységekbe, és akkor most itt nem ugye éttermekbe szállítottunk ki, hanem magánembereknek szállítottunk ki, tehát ugyanúgy meghirdettük, hogy borkiszállítást vállalunk, és azt vettük észre, hogy egyre több ember ugyanúgy szeretne a vacsorája mellé meginni ugye azt a bort, és nem étterembe megy el, hanem tényleg ugye akkor kiszállítottuk neki a bort, és igazából mi azt vettük észre, ahol értékesítünk a borozóba, ott például az emberek ugye nem jártak étterembe, így nem egy palacbort vettek, hanem mondjuk kettő palacbort vettek, mert mi egy ilyen termelői borkimérés van nálunk, és úgy, mint üzlethelyiség nyitva lehettünk, tehát két napot ugye engedték, hogy nyitva legyünk, úgyhogy szerencsések voltunk ebből a szempontból, hogy tényleg azt vettük észre, hogy az emberek ugyanúgy fogyasztják a bort, csak ezeket a kis utakat kellett megtalálni hozzá, hogy hogyan értékesítsük, és hogyan jussanak el tényleg az emberekhez. És akkor ez megmaradt, ez a kiszállításos vonal? Tehát ez megmaradt, csak ugye most már mivel lehet vendéglátóhelyiségekbe szállítani, ezért most már visszamondtuk őket, mert akkor meg rengeteg lett volna. Uh-huh. Tehát most már ugye nyitva vagyunk, teljes nyitvatartásban nyitva tudunk lenni, úgyhogy mondtuk nekik, hogy jöjjenek le és vegyék meg nálunk a bort, mert hát akkor nagyon sok lett volna. Tehát egy nap alatt nem lehetett volna megcsinálni, tényleg így, hogy most már vendéglátósoknak is szállítunk. Balázs, ti hogy vészeltétek ezt? Ugye ez mindenkinek szerintem az egész országnak különben egy nehéz helyzet volt. Ugye így nekünk borászoknak is nálunk igazándiból a idegenforgalmat emelném ki, ami nálunk nagyon visszaesett nálunk. Ugye Budapesten is van egy pincénk, és ott jelentős volt az idegenforgalom, és volt idegenforgalom, és ez egyik napról a másikra eltűnt. Szóval amikor volt, és utána meg nulla. És igazándiból ez volt a nagyon ütős, vagy ez volt a nagy probléma, hogy hirtelen nincs idegenforgalom. Ugye megszűntek a Budapesten a külföldi vendégek, és nem voltak vendégeink. És hát igen, ez egy kemény két év volt, de az az igazság, igazából mindenkinek úgy érzem, hogy az egész országnak. Hát az a lényeg, hogy túléltük. Uh-huh. Igen. Igen. Mit jelent számotokra a bor? Mielőtt még megjött Csabi, itt beszélgettünk egy kicsit a műsor felvétele előtt, és hát én azt kérdeztem, hogy minden nap isztok bort? Vagy valami ilyesmi kérdés volt, és hát mondtátok, hogy persze természetesen hát ez a dolgotok, de hogy nem isszátok meg, hanem azért kóstoljátok, ízlelitek, mert hogy nem fér bele a, mondjuk a vezetés miatt, de hogy tényleg, hogy ti hogyan tudtok a borral egy jót kikapcsolni, amikor nem munkának tekintitek. Szokták mondani, hogy a gyorsétteremben dolgozok, nem mondom ki a nevüket, azok nem eszik meg azt, amit ők előállítanak, mert hogy annyira megunják, de azért a borral csak nem így vagytok. Szerintem a bor abból a szempontból zseniális, hogy minden születkor azért megújul, és alig várjuk, hogy ugye az erjedéskor találkozzunk az új évjárat illataival, ízeivel, tehát minden évben van valami különleges, speciális élmény, ami más mezőgazdasági termékkel nehezen összefogható, tehát az évjárat hatása szerintem az, ami a bort kiemeli a többi mezőgazdasági termék közül. Tehát sem a sörnek, sem a méznek, sem a sonkának nincsen ilyen évjárat hatása, mint a bor alapú, vagy az erjesztett, szőlőből készült erjesztett italoknak. És én nem iszok minden nap, de azért elég sűrűn. Tehát én lenyelem a bort, tehát én általában úgy csinálom, hogy amikor már nem kell vezetnem, és nagyon közel lakunk a borászathoz, akkor én elfogyasztom a bort, de azt is hozzáteszem, hogy azért nem csak a bor a főszereplője az életünknek, tehát nagyon sok más élményforrás is van. Tehát nekem például a szép szőlő az sokszor nagyobb élményforrás, mint egy jó bor, de ezt mindenki maga válogatja. Uh-huh. Ninda? Hát én azért úgy, ha tényleg a pincébe dolgozom, akkor, és más munkám nincsen, akkor tényleg akkor elengedhetetlen, hogy amivel dolgozom, tehát tényleg amit
lefejtünk, vagy derítünk, vagy éppen csak tényleg valamit szeretnék kitalálni, valami újat, egy új küvét, akkor tehát muszáj vagyok tényleg kóstolni, sőt, ugye, hát nálunk mondjuk a vörösbor is ilyen hordóválogatás, és akkor van, mit tudom én, 200 hordó, akkor azt felosztom, hogy ne egy nap kelljen ugye azt a 200 hordót megkóstolni, de akkor egy hétig semmi mással nem foglalkozom, mint azt, hogy tényleg, mit tudom én, egy 5-10 bort kóstolok, kielemezem, hogy milyenek, és akkor megvan x-elve mindig a hordó. Na, ez belemegy a hordóválogatásba, a másik nem megy. Tehát igazából ez a munka, ez ilyen, hogy velünk együtt él. Tehát az, hogy ahhoz, hogy tudjam, hogy én milyen bort szeretnék készíteni, ahhoz meg kell, muszáj megkóstolni. Ez nem recept, ez nem olyan, mint egy sütemény, hogy ebből ennyit, abból annyit, hanem tényleg fontos, főleg ugye az erjedést mondtad, akkor szüretkor szinte mindennapos, és nem csak egyszer kóstolom, hanem van olyan, hogy reggel azzal kezdek, hogy megkóstolom, ami erjed, éppen, hogy milyen illata van, milyen íze van, milyen fázisban van éppen az a szerjedő sárdoné például, és akkor mielőtt hazamegyek, még akkor is megkóstolom, hogy tudjam, és tényleg ezzel kezdődik majdnem csak a nap számomra tényleg, hogy megyek a pincébe, és amivel szeretnék foglalkozni, azt kóstolom. És amikor nem munka a ügyből kifolyólag borozol, akkor borozol egy picit néha? Hát szoktunk, igen, azt is, vagy a vacsora mellé esetleg tényleg, de akkor nem a saját borunkat kóstoljuk, hanem akkor mindenképpen esetleg, hogyha találkozunk tényleg szakmabeliekkel, akkor szoktunk esetleg cserélgetni, ugye, vagy éppen tényleg kóstoló folyamán találkozunk, és akkor tök jó, hogy bemegyek a Svájcba, kiveszem a bort, jaj, ezt ma olyan régen meg akartam kóstolni, és akkor na majd most felbontjuk, és akkor megkóstoljuk. De szokott olyan is lenni, hogy mit tudom én, a férjem megy és az úton, és jó van, itt van kajászó, akkor bemegy a Vabrik Ferihez, és akkor beszélgetnek, és akkor ott is cserélnek bort, és akkor mondja hozzá haza, hogy na, anya, hoztam egy bort, akkor ezt most megkóstoljuk. Szóval ilyen is szokott lenni, és az jó, tehát saját magamat is tényleg fejlesztem ezzel, hogy megkóstolom, megnézem, milyen illata van, és akkor néha azt mondom, hogy hú, ez jobb, mint a miénk, és hogy készítette, és akkor esetleg fölhívom telefonon, hogy hú, milyen jó bor készítettél, mi a titka, és tényleg egyébként segítünk is, tényleg úgy, ahogy mondja a Csabi, hogy nagyon sokat tudunk egymásnak segíteni. És pontosan azért is, mert minden évjárat más dűlőben van az a bor, tehát esetleg a napsütés is máshogy éri. Én lehet, hogyha elmondja mondjuk azt, hogy ő hogy készítette, az én borom nem lesz például olyan, mert tényleg nagyon sokat számít a borvidék, a talaj, tehát tényleg sok befolyásolja. Úgyhogy azért is segítünk egymáson, mert ez nem olyan, mint a sütemény, hogy na majd akkor ugyanolyan lesz, hanem ég és föld. Tehát ugyanaz a sárdoné az ő területén, és az én területemen, ég és föld pedig esetleg lehet, hogy tényleg ugyanúgy készítettük. Itt a műsor előtt, hogy beszélgettünk, Balázs azt mondta, hogy nem szeret veled borkóstolón találkozni, mert hogy mindig jegyzetelsz. Igen, ez így van egyébként. Tényleg is akkor előveszem, hogy amikor éppen készítem a bort, hogy na, akkor mit is jegyzeteltem én mondjuk egy kóstoló alapján, és akkor így próbálom úgy készíteni. Szerintem nagyon-nagyon sokat számít az, hogy az ember nem tud annyi mindent a fejébe tartani, és nekem nagyon sok jegyzetem van, hogy ennek milyen illata volt, milyen íze volt, meg főleg azokat szoktam ugye lejegyzetelni, hogy mondjuk mennyi ideig tartják fahordóba, vagy fahordóban erjesztették, vagy esetleg tényleg tartályban erjesztették, és akkor innen szedem mindig az információkat, és így próbálom én is készíteni. Balázs, neked mennyire munka, mennyire kikapcsolódás? A Linda jó női borász, mert nem jegyzettelő novellákat ír szerintem, vagy regény, vagy nem tudom, mi lesz a végén, hány kötetnél tartasz, de... Ez úgy van, hogy én mindig elhatározom, hogy egy füzetet fogok használni, és abba írok minden. De sose jön össze, mindig valami más van a táskámban, mindig más cetli van a táskámban, és akkor már gyűjtöm, és van már egy ilyen stócom, hogy biztos ne ez van. Biztos van itt 600 oldal, nem? Hát már sok van, és akkor mindig, na ezt most hova írtam le, és akkor megkeresni. Mert az Lindával jó bort kóstolom, mindig az ember megbeszélné vele, csak ő mindig jegyzetel, nekem egy nagyon jó dolog, mert amikor ugye én mindig gondolok, úgy gondolom, hogy mindent meg tudok jegyezni, aztán rájövök fél óra múlva, hogy nem. Persze, akkor oda megyek a Lindához, hogy Linda, mi is volt az a bor, vagy valami, és akkor ő legalább tudja.
Hát nekem is ugye kétfajta borkóstolás van, a borhoz egyszer, mint szakmai. Ugye nekünk is, hát a bor az olyan, mint a gyerekünk különben a szüretkor, hogy elindulunk vele az úton. Ugye kóstolgatjuk, próbáljuk irányítgatni, és akkor egy napon elér a palacba, és akkor elengedjük a kezét. Szóval nálunk a bor az valahogy így működik, és igazából nekem addig tart izgalomban a bor, ameddig készül. Amikor már benne van a palacban, akkor hát akkor egyszer-egyszer rákóstolok, hogy fejlődik a palacba, de akkor már nem annyira izgalmas számomra. És ugye mind civilként is szeretek bort kóstolni, de az teljesen más, ott nekem kell a társaság, én nem szeretek egyedül iszogatni. Akkor elmegyünk valahol, és nekem akkor a bor és a társaság az ugyanolyan fontos, akkor nem is nézem annyira bort, hanem legyen jó a társaság, és akkor a végén minden bor ízlik. No, egy picit beszéljünk a történeteitekről, hogyha bemegy hozzátok a vendég, akkor mit hallhat tőletek, Csabi? Honnan indultatok? Húha! Hát, ugye, mit szeretne hallani a vendég? Mi mit szeretnénk hallani? Semmiképpen ne legyen unalmas. Nagyon szeretik a Móri borvidék történelmét hallani a vendégek. Nagyon szeretik a mi családunknak azt a történetét hallani, hogy ugye nálunk nem több generációs ez a borászat, hanem én gyakorlatilag, én nem is borász vagyok, hanem én kertészmérnök vagyok, szőlészként diplomáztunk ugye Kecskeméten, és hogy ugye ez a kettő, ez rokon szakma, hogy mégis hogy lesz, hogy kapja el az embert a gépszi, hogy lesz borász, és utána, amit a vendégek nagyon szeretnek hallani, az a termeléssel, vendéglátással kapcsolatos élmények. Tehát, hogy miért jó ez, miért különleges ez, és ez nem mindig a delíriummal, nem mindig az alkollal van összefüggésben, hanem sokkal inkább azzal, hogy mennyire sok elem az, aminek együtt kell állni ahhoz, hogy az ember legalább egy területet el tudjon telepíteni. Hogy hány aláírás kell ehhez, aki eltelepítetted, akkor mennyi mindennek kell összeállni ahhoz, hogy az oltvány, amit elraksz, megeredjen, abból ültetvény legyen, hogy a szüret, hogy úgy tartsd kézben, hogy ahogyan te azt szeretnéd a saját ízlésednek megfelelően, és utána természetesen a vendégekkel kapcsolatos sztorik, mert hát jobbnál jobb sztorik jönnek ki. Tehát például pont egy fehérvári rendőrtársát kóstolt nálunk, és én tök büszkén mondtam, hogy hát most már akkora a pince, hogyha kell egyszerre, ha kell egy este, le tudok ültetni 70-80 embert egyszerre. És erre az egyik rendőrsrác mondta, na bum, én is. Milyen nem a nagy dolog. Most ilyen sztorik kijönnek számtalan, mert ugye a vendégek, ők őszinték, kedvesek, nyitottak, oldottak, tehát szerintem a magyar vendégnél jobb nagyon kevés van, és ők kommunikatívak, mondják a magukét, hozzátesznek az estéhez, és ezekből az ember tud csemegézni. És mi általában próbáljuk beleképzelni magunkat a vendég helyébe, hogy mit szeretne hallani. Teljesen más egy családi rendezvény, egy lánykérés, ahol nem a miénk a főszerep, teljesen más egy szakmai borkostoló, teljesen más egy esküvő. Tehát ezt a vendégfejével kell gondolkoznunk, hogyha én megérkeznék magamhoz, akkor én abban a lelkiállapotban, azzal a céllal, amivel érkeztem, mit szeretnék, hogy mi történjen velem. És hogyha így beleképzeljük magunkat a vendég helyébe, akkor talán sikeresek leszünk. Miért gondoltad úgy a kertészet után, hogy mégiscsak ez irányba veszed a szakmát? Hát ha az ember Móri, és van az édesapjának egy hobbi szőlője, amit történetesen már az apjával együtt telepített, és hétvégenként gondozták, és az ember kezében van egy kertészmérnöki szőlész diploma, és bormarketingből szakdolgozik, akkor így ez valahogy adja magát. És van egy eladó pince Móron az Ezeri utca 3-ba, akkor valahogy ebből lesz valami. Tehát nekem így jött. És nagyon sokan megmosolyogtak akkor, hogy hát ezért ez egy nagyon nagy fa. És ez így is van. Ezt ugye mi nem mindig magunknak tudjuk tervezni. De hogyha a családunkból egy valakinek ebben öröme van, akkor az a fő nyeremény. Úgyhogy ezért egy speciálisan jó mesterség. És én úgy gondolom, hogy bármilyen készsége van egy embernek, hogyha szereti ezt a világot, akkor meg fogja benne találni a helyét. Hát pici gyerekek vannak, ha jól nagyon tudom. Nagyon picik, igen.
De mi nem szórakozunk, mi hordjuk ki a szőlőbe. 20 hónaposak, 5 hónaposak, nincs más választás. Akkor még nem tud panaszkodni. És akkor lesz, akkor mi is kihordtuk. És ez utána változik. Igen, utána majd változni fog sokat. Majd amikor isszák. Igen. Majd amikor rájárnak. Gyulcsi, ő a szőlőkóstolást úgy élvezi, fantasztikus. Azt szoktam mondani, óvodáskorig nagyon lelkesek a gyerekek. Igen. Nálunk is jönnek óvodácsoportok szüretre, és szegényeket úgy kell visszafogni, hogy ne szedjetek ennyi szőlőt a kis műanyag vödörrel, aha, a kis technika ollóval szedik a szőlőt, és nagyon nagy csodának tartják. És hogy elérnek egy bizonyos kort, akkor már nem élvezik annyira, inkább nem csináljuk, meleg van. Az a rossz hírem, a gyerekeiddel is ez fog történni. Először lelkesedés, utána nagyobbak lesznek, lesz egy ellenállás, és akkor majd ők is újra beleszeretnek. Hú, nem tudom, akkor milyen eszközhöz kell folyamodni, hogy... Telefonelvétel az nagyon jól működik, mert okos telefont el kell venni, az... Megfordít a tanácsokat, köszönjük. Balázs, neked mi a történeted? Ugye itt beszéltünk már arról, hogy családból hozod, hát, viszont tovább. Amit körülbelül ugyanez, én beleszülettem én is, nekem a édesapám foglalkozott szőlővel és borral, és gyakorlatilag nekünk a rendszerváltásnál indult el az egész történet, hogy édesanyámnak megszűnt az állás, és úristen, úristen, mit csináljunk? Ugye a nők olyanok, hogy akkor itt aztán biztos vége a családnak, ilyen fogunk halni, és akkor kitaláltuk, hogy dísznövénykertészet az milyen jó üzlet, és akkor nem jött össze. És akkor mi ezért még valaki a családba, az a borászat, szőlészet, és így indultunk el a borászat szőlészet vonalon. Én gyakorlatilag ebbe beleszülettem, hát én tinédzserként nem élveztem egyáltalán, hogy állandóan menni kellett a zöld szőlőbe törzset tisztítani. Én mindig mondtam, hogy én biztos, hogy ezzel nem fogok foglalkozni, hogy a barátaim lent vannak a Velencei tavon, nekem meg az volt érző, hogy törzstisztítás, és akkor megcsináltam egy sort, akkor lemettem én is a Velencei tóra, és nagyot fordult a világ, és egyre többet csináltam, egyre jobban megszerettem, egyre jobban ismertem, és egyre jobban tetszett. Most meg el sem tudnám képzelni, hogy ne ezt csináljam. Hát valahogy röviden így indult. Nálatok itt ilyen házasodás is volt. Igen. Hát én egyébként borászként végeztem, és ugye hát nőként elég nehéz volt elhelyezkednem, és én mondtam, hogy miután tényleg végeztem, mondtam, hogy mindenképpen én borászatban szeretnék dolgozni, és így jártam így a világot. Egyébként a Csabit úgy ismertem meg, vagyis hát az édesapádat, hogy Móron dolgoztam, és ott elvittek egy ilyen bormustrára, és januárban minden héten egyszer, azt hiszem valahogy így volt, de ez már nagyon régen volt, ez még 2004-ben volt, azt hiszem, vagy 2005-ben, és tényleg mindig mentem és kóstoltam a borokat, és mondtam, hogy hát engem ez annyira vonz ez a szakma, hogy nem csak kóstolni szeretném a borokat, hanem ugye szeretném készíteni is. És hát nőként elég sok hideget kaptam, hogy hát azért ez fizikai munka, tehát itt nem csak ugye az kell, hogy na megmondjam, hogy hogyan kell bort készíteni, és így tényleg mindenhonnan így visszautasítottak. És hát én ugye fehérvári voltam, és ott a közelbe Agárdna, akkor elmentem Agárdra is a pincészethez, és bementem, és ott is először csak így megkóstolgattam a borokat, és utána mondtam, hogy hát borászként végeztem, és hogy van-e felvétel, mert akkor szeretnék itt dolgozni. És mondták, hogy hát még nem tudják, de egyébként szüret volt, tehát ez ilyen szeptember volt, és fölhívtak 2 hét múlva, hogy na, akkor jöjjek el, és akkor dolgozhatok náluk. Na, hát ez voltak ugye a csóborék, és elmentem, és hát kiderült, hogy hát én életemben nem fejtettem bort, tényleg csak tanultam, azt se tudtam, hogy a szivattyút hogy kell összerakni, tényleg, tehát semmihez úgy nem értettem, és mondták, hogy hát akkor köszönik szépen, de hát önnekik ez így nem jó, tehát nem főnököt keresnek, aki megmondja, hogy hogyan készül a bor, hanem igazából tényleg pincemunkás. Én megmondtam, hogy hát engem nem érdekel, hogy ha lehet, akkor mindenképpen szeretnék itt a szüretbe dolgozni, és akkor igazából tényleg, hogyha fizetése kapok, az se probléma, csak én szeretnék tényleg borászkodni. Jó, majd telefonálunk akkor. És hát másnap felhívtak mégis, csak hogy hát jöjjek dolgozni, mert mégiscsak van valami munka. És a végén már annyira jól tényleg hát belejöttem mindent, tehát mindent meg lehet tanulni persze.
Tehát nem elég az, hogy na, megkóstolom a bort, megmondom, hogy milyen íze van, hanem bele lehet tanulni ugye mindenbe, és tehát annyira lelkes voltam, meg látszott rajtam az igyekezet, tehát, hogy itt ragadtam ugye a csóborpincészetnél, és már ugye nem csak tényleg mondjuk borfejtés, hanem komolyabb munkákat is tudtam végezni, tehát kísérleteztem, kitaláltam egy küvét, meg ilyen szinten, és ugye volt fiúgyermek, meg én is ott voltam, jártunk borkóstolókra, jártunk előadásokra, és hát így végül az lett a vége, hogy összeházasodtunk. Úgyhogy én tényleg így beházasodtam a csóbor családhoz, igen, úgyhogy nagyon örültek, hogy van egy borász, mert ugye a férjem egyébként szőlészborász, de ő tényleg ő a pincében nem nagyon, meg nem is szeret egyébként dolgozni, hanem ő kint, tényleg kint a határban, a szőlő, tehát ő neki minden a szőlő, úgyhogy így fel van osztva, én a bort készítem, ugye ő a szőlővel foglalkozik, és igazából ez így teljesen jól megvan. És ugye van most már két gyermekünk is, akik most még mustat isznak. Igen, hát azért megszagolják a bort is, tehát nagyon, a kislányom az például nagyon szereti, hogyha otthon kóstolunk, akkor mindig jön, beleszagol, és úgy meg tudja állapítani, hogy azért van egy pincészetnek egy olyan sémája tényleg, hogy fel lehet ismerni, hogy milyen bor, és beleszagol, és mindig mondja, anya, ez nem a mi borunk. Tehát így megérzik. Ő most 9 éves. De már tényleg régóta, tehát én már mit tudom én, ilyen 4-5 évesek voltak, már szagoltattam velük a bort, és mindig megmondja, na, anya, most ez most a mi borunk. Szóval szeretik, főleg a kisfiam az nagyon szeret traktorozni, akkor az apjával mindig megy, úgyhogy igazából nálunk a gyerekek azért szeretnek így. Nem azt mondom, hogy minden nap viszem a pincébe, szőlőbe őket, de szeretnek azért dolgozni velünk. Főleg a kóstolás van mindig szagolgatni a borokat. A műsorunk vége felé egy jó kérdés lenne itt, hogy van-e kedvenc borotok? De akár a sajátotok is lehet, csak hogy melyik típusú lenne az, ha van? Vagy mindegyik az? Hát én azt mondom, hogy szerintem változik. Tehát ez minden életszakaszban, évszakban, más, meg helyszínen. Tehát rengeteg, nekem számtalan kedvenc borom van. Tehát, és amúgy természetesen azokból a borokból, amik jobbak, mint az enyémek. Mert tehát az, hogyha az enyém lenne a kedvenc, akkor az szerintem nem lenne így hiteles. Tehát van, amit így nagyon szeretünk a sajátjaink közül, de mindig, én például imádom a Balatonfelvidéket, imádom a Velencei hegységet, tehát én nagyon szeretem ezeket az ízeket. De például télen nagyon húz az ember szíve egy picit délebre, nagyobb, testesebb vörös borokat, Szekszárdot, Villányt nagyon szeretem, Dél-Balatont nagyon szeretem. Úgyhogy szerintem ez mindig más társaság, hangulat és gasztronómiai környezet függvénye nekem ez. Úgyhogy én ezt a választ tudom adni. Remélem, hogy nem bántottalak meg ezzel, hogy egy kis kielégítő volt. De nincs így, tehát nincsen egy specifikus kedvenc. Ezt csak azért kérdezem, mert egyébként én a saját bőrömön tapasztalom, hogy így abból az életszakaszból elindulva, amikor elkezdtem kóstolgatni én is a bort, így szerintem egyébként sokan vannak ezzel így, hogy így végigmennek egy ilyen létrán, vagy hogy mondjam nektek. Tehát, hogy én például fehér borral kezdtem, de abból is az édessel. Akkor átmentem a félédesre, utána már a szárazra, utána átmentem. Mondjuk rozé sose volt a repertoárban, nagyon ritkán, és utána jött a vörösbor, de abból is jött az először az édes, aztán a félédes, és aztán a száraz. Tehát, hogy így nagyon sokaktól hallom azt, hogy így átmennek egy ilyen dolgon, de nem tudom. Erősítsetek meg ebben, hogy így van-e? Vagy ti hogy vagytok ezzel? Igen. Hát tényleg változik egyébként, mert én meg pont fordítva kezdtem, nem tudom, amikor így tényleg ugye elhatároztam, hogy na, akkor szeretném kitanulni ezt a borászkodást. Nem tudom, miért én nagyon szerettem a vörös borokat és a nagy testes, tényleg az ilyen magas tannintartalmú vörös borokat, és mindig azt kerestem, hogy na, azokat szeretném kóstolgatni. És nem tudom, változik az ember tényleg, mert
mostanában meg inkább úgy vagyok vele, hogyha szeretnék kóstolni valahol is, akkor inkább a fehér. Nekem valahogy a fehér bor, amit először kíváncsi vagyok, hogy az hogy készült, milyen lett az a fehér bor, és utána megyek át mondjuk egy vörös bor, ami kevésbé vagyok rá kíváncsi, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy utána meg majd a rozé jön, de mondjuk a rozénál is úgy van, hogy most már vannak többféle, tehát nem csak egyféle rozét készítenek, ami most ugye a trendi, hogy az illatos, hanem vannak már ezek a testesebb rozék, például arra kíváncsi lennék, hogy azok milyenek, és lehet, hogy majd most egy olyan fázisom jön, hogy majd azokra nézek, hogy azok milyenek azok a rozék. És kedvenced van? Vagy akkor így nálad is minden jöhet? Nem tudom. Tehát igazából most, hogyha azokat a borokat, amiket készítem, ott is, hogyha azt nézem, hogyha a saját bor, mindig megkérdezik egyébként, amikor borkostulót tartok, hogy melyik a kedvenc borom, tehát amiket ugye készítek. És mindig mondom, hogy így nincsen. Szerintem egy adott évjáratban, ha egy bor jól elkészül, akkor esetleg arra azt mondom, hogy ez most nagyon jól sikerült, és tényleg a kedvencem. De nincs így. Például mondjuk a sárdonékat szeretem, az olasz rizlinget szeretem, tehát inkább úgy kéne megfogalmazni ezt, hogy mi az, amit nem szívesen kóstolnék meg, mondjuk egy kéknyelűt, ami nagyon-nagyon savas, de nincs így, hogy na, akkor kimondottan csak a sárdoné a kedvencem. Uh-huh. Balázs, de hogy ezt nincs, nincs kedvenc. Azt is észrevettem egyszer, hogy még napszakon belül is változik, hogy reggel más volt a kedvencem, mint délután. Uh-huh. Jobban sütött a nap, más tettem, változik. Szóval nincs így kedvenc bor, a jó bor a kedvencem, ami jól esik meginni, az a kedvencem éppen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek. Készítsetek még nekünk nagyon sok jó bort, és remélem, hogy sok látogatót fogtok a jövőben is vonzani, és nem történnek ilyenek, mint az elmúlt egy-két évben. Úgyhogy további sok sikert és jó munkát kívánok nektek. Szükségünk van, köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Nálatok Mizu. Találkozunk legközelebb is, viszontlátásra!